A fesztivál első három napján a közönség 33 előadást láthatott bábos, színjátszó, illetve szerkesztett játék kategóriában. Több csoport is emlékezetes produkcióval rukkolt elő. Ezen a véleményen volt a szerkesztett játék és színjátszó zsűri elnöke is. Mind a két általunk bírált kategóriában nagyon sok volt az ezüst minősítés, és aranyból sem csak egy-kettő. Tényleg van egy nagyon erős középmezőny, műfajilag is sokféle előadás született, nagyon sok eredeti ötlet kerül a színpadra. Ugye volt egy külön díj, a néptánc és a színházi elemek ötvözése, vagy több helyen láttuk ezeket a nagyon ötletesen kialakított hullámpapírból készült jelmezeket, díszleteket, kellékeket. Ez jó a színházban, hogy nem csak a színjátszás felé viszi a gyerekeket, hanem másfajta kreativitást is igénybe kell, hogy vegyen. Kíváncsi arc vagyok. Ajánlom, szerek rám! Szemüveges srác! Titokzatos tekintet! Tuti, vigyar! Az ipolysági csillagszóró színjátszó csoport tarolt a népi szerkesztett játékok kategóriában, hiszen a gyémántsávos minősítés mellett megkapta a gyerekzsűri díját és a zsűri külön díját. A Dunamenti tavasz életműdíját Entó Tanikó csoportvezető érdemelte ki. A csoport a Ki vagyok én című szerkesztett játékot vitte színpadra. Mi nem más művekből vesszük ugye a darabokat, és abból állítjuk össze, hanem saját szövegkönyvünk van, a tanárnőnk írja, és mi gyerekek találjuk ki az egésznek a folyamatát, mi találjuk ki a témát, először hosszasan beszélgetünk róla, játékokat szervezünk ehhez, nagyon szeretünk fellépni, és hogyha nem is fesztiválokon, nem is versenyzünk, a fő célja a csoportunknak az lenne, hogy a nézőknek átjöjjön az a tevékenység, amit mi csinálunk. A Fókusz gyermekszínpad idén ezüstsávos elismerést kapott. A dunaszerdahelyiek az Ez egy ilyen nap című szerkesztett játékot mutatták be. Ez a mai gyerekeknek igazából a problémáit, dolgait mutatja be nekünk. Például az ilyen kiskamaszok, kamasz gyerekek, mivel foglalatoskodnak, milyen problémáik vannak nekik. Magunkat kellett előadnunk, és az az egyik legnehezebb feladat. De szerintem jól sikerült. A szintén dunaszerdahelyi Gézengúzok bábcsoport a Varjú testvérek című bábos mese előadásáért ezüstsávos elismerésben részesült. A gyerekeknek, akik közül többen Csonka családban nőnek fel, sokat adott ez a darab. Egy megölelés, egy fogócskázás, egy számunkra hétköznapi dolgok, amik a mi időnkben nagyon is helyén voltak, azok most a gyerekek életében nincsenek meg, tehát meg kellett őket tanítani a foglalkozásokon, hogy nem zsebretekézzel fogocskázunk, hogy a megölelés az azt jelenti, hogy átölelem, és azt hiszem, hogy ez nem csak azért, mert kamaszok, tehát nem is a kamaszoknál, hanem ez az egész kicsi gyerekeknél is eléggé nehéz dolog. A tehetségdíjat idén a bátkai Huncutkák színjátszó csoport kapta. A bábosok között a Galántai Manócska, az Ógyallai Figyfirigy és a Komáromi Tekergők bábcsoport kapott aranysávot. Gyémántsávos minősítés ezúttal nem volt. A színjátszóknál a Füleki Zsibongók kis színpad és a Komáromi Pogácsa kedvelők színjátszó csoport részesült gyémántsávos elismerésben. Utóbbi a gyerekzsűri díját is megkapta.